Konyhánkban Sas Danival készítünk szaloncukrot és palacsinta nyalókát, bármilyen furcsán is hangzik ez, meglátjuk, hogy mennyire egyszerű elkészíteni. Mivel kezdünk? Szaloncukorral? Először a szaloncukorral, amit jelen esetben aszalt gyümölcsökkel, illetve magvakkal fogok elkészíteni, és azért is ezzel készülünk, hogy a csoki, amit elkezdtem olvasztani, az valamelyest majd megdermedjen a szaloncukor külső burkán. Azért is tartottam fontosnak, hogy ezt megmutassam nektek, hogy egyébként milyen egyszerű alapanyagokból, milyen egyszerűen el lehet otthon is készíteni, akár a családos szülőknek, a gyerekek bevonásával egy ilyen egyébként szerintem egészséges édességet. A másik pedig, így a Mikulás csomagok dömpingje van most, és hogy miért ne lehetne otthon elkészíteni egy ilyen érdekesebb Mikulás csomagot. Erre hoztam a palacsintát egy picit új köntösben, nyalóka formájában lehet egy csatos üvegben is a gyerkőcöknek átadni. Nagyon jó, hogy a gyerekeknek kedvezünk, mert mindig ez a nehéz, hogy akkor oké, hogy magunknak valamit tényleg kisütünk, de hogy a gyerekeknek mi az az a kis étel, amivel mondjuk fel tudjuk csigázni őket. Az lehet, hogy annyira nem, de a palacsinta nyalóka az ilyen. Minden az. Meg szerintem tényleg egyszerű, és az a kulcs ennek, hogy bevonva a családot, és otthon együtt főzőcskézve, sokkal izgalmasabb, mint sorbálni a boltba egy csomagért. Hogy készülnek ezek? Azért, hogy tudjunk egy ilyen bombonszerű állagot elérni, azért az aszalt gyümölcsöket fogom nagyon apró darabokra összevágni a magvakkal együtt, és tulajdonképpen a következő lépés az lesz, hogy ezeket az apróra vágott gyümölcsöket az összetört magvakkal fogom gyakorlatilag formázni, és a megolvasztott csokiba kerülnek majd ezek bemártásra, és egy picit szikkad, és utána pedig jöhet a kézműves szakkor következő állomása. A szaloncukor úgy válik szalon. Legjobb embereket választottad ehhez, Dani, és a szaloncukrot csináltam a múltkor. De direkt nektek hoztam ilyen, hát nem tudom milyen merített színű. Merített papír, abszolút nem szokványos szaloncukor. Szakszavakat tudsz. Szóval nagyjából így fog kinézni az előttünk álló egy óra, és remélem, hogy tetszeni fog nektek is. Ez aszalt szilva. Igen, aszalt kajszibarack, kesúdió, és nyilván a dió, ami így az ünnepek közelettével szinte megkerülhetetlen. Ezek tipikus karácsonyi ízek. Azt gondolom, igen. Olvad egyébként a csokink. Na, össze fogjuk ezeket gyúrni, csak hogy egy kicsit vázoljuk a nézőknek, és akkor utána belemeríted majd össze. Igen, tehát tulajdonképpen most ez csak aszalt szilva, de ebből egy ilyen pici gombócot már most lehet gyúrni, úgyhogy belekerül még minden, amit itt láttok, és akkor ezt fogom megmeríteni a csokiban, ez egy picit megfogja, és kiszáradva, megszikkadva, tulajdonképpen a klasszikus formába tudjuk önteni ezeket. De itt a ragasztó azért az aszalt gyümölcs. Igen. Igen, tehát semmi más nem kerül be. Nyilván az aszalt sárga barack az egy picit szilárdabb és kevésbé ragacsos. Itt az aszalt szilva az, amit én nem tudnék kihagyni, pont azért, hogy ahogy látjátok, ez már önmagában szinte vissza tudtam építeni ugyanazt a formát, amiből kiindultunk, és ez meg fogja tartani majd ezeket a gyümölcsöket, illetve magvakat is. Te egy csoki vagy egy csoki? Étcsoki. Kizárólag. Abszolút, és ez cukormentes étcsoki, mert viszonylag magas a cukortartalma, a gyümölcs cukortartalma az aszalványoknak, pont azért nincs szükség arra, hogy csoki is édes legyen, így lesz egy enyhén kesernyés, de mégis édes kis desszertünk, ami szerintem baromira izgalmas. A palacsinta nyalókát pedig majd akkor készíted el, amikor amikor már ez megvan, vagy amikor ez már megvan, hogy egy picit dermedjen. A palacsinta nyalókában az izgalmas, hogy tényleg az ünnep közeltével a fahéj belekerül magába a palacsinta tésztába is, ezzel lesz egy picit különböző vagy átérő, illetve zabliszttel készül, tehát megint csak igyekszünk. Egészséges. Abszolút. Igen, pedig igen. Tudod, hogy vártuk már, hogy egy jó kis... Na majd a Dani hoz nekünk valami. Nektek megszórom kristálycukorral. Legyen nekünk karácsony, köszönjük szépen, visszatérünk hozzá. Ott is várlak titeket.